most pedig különböző kategóriákban összefoglaljuk, hogy a VB utáni első válogatott szünet márciusban hogyan alakult. A legnagyobb különbségű győzelmekkor az elbés Portugália, Svédország, Franciaország és például Izland is tartott egy gálaestet. A portugál előbb Lichtenstein győzték le 4-0 arányban, majd 6-0-ra verték idegenben a luxemburgiakat. A svédek az azerieknek vágtak 5 a svájciak pedig a fehér oroszoknak, míg a franciák hollandi ellen egy 4-0-ás győzelemmel kezdtek a kvalifikációt. A válogatott szünet legnagyobb különbségű eredményei azonban a világbajnok és Izland életnek. Az argentinok egy Horászó elleni felkészülési mérkőzésen nyertek 7-0-ra, míg az izlandi válogatott ugyanilyen különbséggel ütötte ki Vadiuszban a Liechtensteini csapatot, akiket talán a 0-11-es gólarányukkal a 2023-as márciusi válogatott szünet legrosszabb csapatának is mondhatunk. Holland zakó, spanyol veres és kódföldön, csabotlás Moldovában és Andorrai pontos elejtezőkön. Sok meglepetéssel találkozhatunk az elmúlt válogatott szünetben. Hollandia vereség önmagában Franciaország ellen lehet nem akkora nagy meglepetés, mint hogy Skócia legyőzi a spanyol válogatottat, de a négy gólos különbség tudatában azért eléggé meglepő volt a tükör ma francia siker. Luxemburg Szlovákiában Andorra Koszovóban tudott Bravgur pontot szerezni, míg Vász a VB bronzérmes horvátok ellen csípette el egy pontot. Szeptemberi ellenfelünk a cseh válogatott idegenben nem tudott gólt lőni annak a Moldovának, amely tovább egy 5 0 románok elleni vereséggel zárta az évet, idén azonban így még veretlenek a moldávok. A legnagyobb meglepetést talán a Kazahsztán-Dánia meccs hozta, ahol az első félidőben a már öt gólos Rasmus Höllund duplájával 2 0 vezettek a dánok, ám a 77. percben szépített, sőt a meccs végére meg is fordította a meccsállását a Kazak válogatott és 3-2-es győzelmet aratott. A felkészülési találkozók során pedig az előző VB meglepetés csapata Marokkó 2-1-es győzelmet aratott a brazilok ellen. Na de mi az, ami megmarad ebből a márciusi válogatott szünetből? A kazakdán és a francia-holland meccsről már volt szó, de lássuk, milyen emlékezetesebb meccseket játszottak meg itt a különböző nemzeti csapatok. Domenico Tedesco két győzelemmel debütált a belga válogatott kispadján. A Lukaku rajongók számára svédekelni 3 0 győzelem a belga csatár triplája miatt emlékezetes maradhat, ám sokkal jobban ki lehet emelni a Németország elleni felkészülési mérkőzést Kölnből. Nem csak, hogy két újjáépülő nagy válogatott csatáját láthattuk, de eléggé gólgazdag összecsapás lett belőle. A belgák a 9. percben már 2 0 vezettek, és ugye a Németország visszakapaszkodott, a vendégek 3-2-es győzelmet arattak az EB házigazda ellen. Talán száz évente se lesz olyan, mint idén. Az előző EB két döntőse egymás ellen kezdi a következő EB selejtező sorozatát az első fordulóban. Talán tényleg a hangsúly a selejtező lehet, hiszen az angol és az olasz válogatott az EB döntőse nemzetek ligája után most a selejtezőkben is egymásnak feszülhetett, ezúttal Nápolyban. Anglia pedig negyedik neki futásra már legyűrte a címvédőt. Az első félidőben már szinte eldölt az angoloknak a találkozó, ám az Argentínában játszó Reteguy visszahozta az olasz reményeket, ennek ellenére az angolok fontos három pontot gyűjtöttek be. Természetesen a Magyarország-Bulgária meccs is emlékezetes marad a számunkra. A magyar válogatott utoljára 2015-ben a litvánok ellen szerzett három gólt az első félidőben, igaz, akkor négyet is. Most azonban ez már egy fontos tétmeccs volt, ahol a játék minden elemében felülkerekedtünk az ellenfélen, ráadásul megvolt az esély arra, hogy még nagyobb különbséggel menjünk a szünetre de hogy válogatottak teljesítettek nagyon jól ebben a válogatott szünetben? Március győztese talán a portugál válogatott lehet. Roberto Martinezre természetesen Liechtensteinnél és Luxemburgnál fog azért keményebb ellenfél is várni, de a spanyol mester kezdése kiválóan sikeredett, hiszen kapott gól nélkül 10 lőtt góllal nyerte meg első két meccsét a portugál válogatott élén. A világbajnok Argentina is megnyerte mindkét meccsét, viszont egyel kevesebb gólt szerezve, mint a portugálok. A képzeletbeli dobogó legalsó fokára pedig a svájciak állhatnak fel, akik Fehér Oroszországot 5-0-ra, majd Izraelt 3-0-ra győzték le. A magyar válogatott is remekül zárta a márciust. Két meccs, két győzelem, 4 0 ás gólkülönbség. Ennél jobb mérlegre rajtunk és az említett válogatottokon kívül csak Franciaországnak és Skóciának van, akik szintén kapott golnyelk, nyerték meg mindkét mérkőzésüket, ráadásul olyan ellenfeleket legyőzve, mint Hollandia vagy Spanyolország. Na de lássuk a legjobb formában lévő európai válogatottakat, ahol az élen azért nagy meglepetés van. Európában jelenleg ugyanis Szlovénia válogatottja a legjobb veretlenséget tekintve. A szlovén válogatott 8 meccseim már, hogy nem kapott ki, utoljára tavaly június 5-én a szerbektől szenvedtek vereséget. Szorosan mögöttük jönnek a franciák, akik rendes játékidőben 6 meccs óta veretlenek, hiszen ugye elveszítették az argentinok elleni VB döntőt, de rendes játékidőben döntetlenre végeztek az argentinok ellen. Utoljára 90 perc alatt Tunézia győzte le őket a VB csoportkör utolsó fordulójában. Szlovákia és Koszovó válogatottja öt meccs óta veretlen, ám az fontos hozzátenni, hogy főleg az alsóházi csapatok ellen játszották utóbbi mérkőzéseiket, amiből egyaránt csak egyet nyertek meg, és emellett négy döntetlen értek el. A magyar válogatott a szeptemberi Olaszország elleni mérkőzés óta nem kapott ki, ez négy meccses veretlenség sorozatot jelent, amelybe vele számít a luxemburgiak, a görögök, az észtek és a bolgárok elleni meccs, emellett Zsinorban három meccs óta csak győzünk, mind a három meccset egyébként hazai pályán nyertük meg, reméljük júniusban sem szakad meg ez a tendencia. Ausztria szintén négy meccs óta veretlen, az osztrákok azonban zsinórban négy meccset nyertek, minden a négyet otthon Andorra, Olaszország, Azerbajdzsán és Észtország ellen. A magyar válogatott keretébe összesen 9 b 1 es játékos került, név szerint Dibusz Dénes, Botkendre, Vécsei Bálint, Loik Négó, Demién Patrik, Varga Barnabás, Csobot Kevin Ferenciános, de például Fiala Attila nem tudott ott lenni a a sérülés miatt. Csobot és Varga debütált, Dibusz végigvédte a két meccset, Vécsei pedig bulgári ellen gólt is szerzett. A Ferencváros Bolmányati Abena a Szörönelmi, Adama Traoré a Moli, Adnan Kovácsevics és Amergolyák pedig a Bosnyák válogatottba kapott behívót. Abena 90 percet játszott Mexikó ellen, Traoré gólt szerzett a gombiaiak ellen, Golyák és Kovácsevics pedig csak a kispadon ültött Izland és Szlovákia csapata ellen az eb Kisvárdáról a Montenegrói Driton Kamály, Janis Karabályov a bolgár válogatottba, Jászmi Mesanovics pedig a bosnyák válogatottba került be. Karabályov játszott Budapesten is, ő hozta össze azt a szoboszlai szabadrugás gól előtti szabálytalanságot. Kamály 15 percet kapott Szerbia ellen a csoportunkban, míg Mesenovics csak Izland ellen került meccskeretbe. Mezőkövesül David Babuszki az Észak-Macedón, míg Jun Zahária komori válogatottba került be. Zahária az elefántcsont part elleni meccsen 90 percig állt a komorai védelemben, míg Babuszki a Ferver elleni felkészülési meccsen kapott 22 percet. A Moldfehérvár együtteséből Kenan Kodró, Dajbi Flores és Stopira is a válogatottal töltötte március végi heteket. Kodró Bosnyák mezben 24 percet játszott Izland ellen, Stopira végig a ült az Ecvatini elleni két mérkőzésen Zöldfoki szigetek válogatottjában, viszont a hondurászi Flores végig játszott az El Salvador és a Kanada elleni mérkőzéseket. Újpest Rultim végigült a luxemburgiak, szlovákia és portugál elleni elbéselejtezőit. A montenegrói válogatott Stefan Loncsár, aki ugye a Debrecen középpályása, pályára lépett a bulgárok és a szerbek elleni meccseken is. Marius Korbó, Márko Ilievski, Tobias Kristensen pedig az 21 válogatottba kerültek be, akár csak a magyar úszenyes csapatba Barát Péter, Horváth Krisztófer, Imbor, Patrik, Németh Dániel, Szalaj Szabolcs, Kállai Kevin, Kerezsi Zalem és Kocsis Dominik. Az NB1-ből a Bosnyák válogatottba négy, a Montenegróiba kettő játékos került be. A játékosokból egy komplet keretet is összeállítottunk, ezt a fociava.hu-n találjátok meg a márciusi összefoglaló cikkben. Nézzük, kik voltak a legjobb játékosok. Az elmúlt bő 15 év két legmeghatározóbb játékos a Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is remek válogatott szentet tudhatott magáinak, hiszen mind a ketten 4-4 gólt szereztek a válogatott szent alatt. Messi ráadásul még egy gólpaszt is kiosztott, és mind a ketten eredményesek voltak szabadrúgásból is. A sót azonban nem csak ők vitték el. A Dán válogatottban berobbant az Atalanta játékos Arasmus Hölund, aki a finnek ellen mester szerzett, majd a kazakok ellen duplázott, tehát első öt válogatott gólját négy nap alatt meglőtte az izlandi közép Gudjonszen pedig klasszikus mesterhármas segyezhetett Liechtenstein ellen. Érdemes kiemelni a tavalyi év végén berobbanó Niklas Fülkrogot is, aki három gólt lett a német válogatott márciusi mérkőzéseim. A Manchester United középpályás a Scott McTominay pedig két-két gólt lőtt a Skótok, Ciprus és Spanyolország elleni mérkőzésein. Romelu Lukaku szintén négy gólig a belgák, Svédország és Németország elleni mérkőzésein. Voltak remek debütálók is, mint például Hozelo vagy Mateo Retegui előbbi norvégi ellen debütált a spanyol válogatottban csereként, rögtön két gólt szerzett, így az angolok és a máltélek ellen is betalált az olasz válogatottban. Nézzük válogatottani teljesítményét. Összességében a felnőtt, az u es és az U19-es válogatott, válogatottunk játszott ö, márciusban, és viszonylag jó mérleg született összességében. 7 meccs, 4 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség. Márko rossz együttese mindkét meccsét megnyerte Észtország és Bulgári ellen, míg ezoltán 20 21-es válogatottja Görögország ellen győzött idegenben 1-0-ra, majd Ciprus ellen két gólos hátányból fordítva nyert 5-2-re. A magyar gólokat Vitális Milán, Horváth Krisztófer, Barát Péter, Kovács Mátyás és Keresi Zalán szerezték. Egy az u 19 es válogatottnak nem jött ki úgy a lépés, mint a magasabb korosztálynak, hiszen Szélesi Zoltán fiai győzelem nélkül zárták az elbe angliai elit körét. Előbb szoros vereséget szenvedtünk a házigazda angoloktól, majd négy perc választottál minket attól, hogy a Diós Győri Jurek Gábor góljával legyőzzük a törököket, ám egy elért véget a meccs. A címvédő Angliát végül a csoportban az az Izland előzte meg, akik 2 0 ra megvertek minket az utolsó fordulóban. Összességében az őszi selejtezőkből mindössze egyet nyert meg a korosztálya hat találkozóból, Gibraltar elleni 8 0 győzelmen kívül Velsz és Törökország ellen döntetlen, Írország, Anglia és Izland ellen vereség lett a vége. Most pedig jöjjön pár érdekesség a magyar válogatottról ezek után a meccsek után. 2004 után kezdtünk ismét két győzelemmel egy évet. Ekkor Örményország és Lettország ellen győzött a magyar válogatott, de akkor sem olyan jó aránnyal, mint idén. 19 évet kellett várni arra, hogy ismét két győzelemmel kezdjünk. 1986-ban volt utoljára jobb évkezdése a magyar válogatottnak, mint 2023-ban. Ekkor Katar és Brazília ellen egyaránt 3 0 győzelmet aratott nemzeti 11-ünk. 40 év után kezdtük először győzelemmel az elbéselejtezőket. Már csak emiatt is fontos volt a bolgárok elleni jó rajt, hiszen 1983-ban a luxemburgi 6-2-es diadalóta nem nyerte meg első ebés elejtezős meccsét a magyar válogatott. Ádám Martin Rosszéra a 26. magyar gólszerzője. Az Ulszán támadója ráadásul az észtek elleni gólját követően bulgári ellen is lecsapott. Szoboszlai Dominika 7. gólját szerezte a felnőtt válogatottban és a harmadikat szabadrugásból. Már csak két góllal van lemaradva a legeredményesebb aktív kerettaktól, Sallai Rolandtól. Rossi alatt harmadik alkalommal rontott büntetőt a magyar válogatott. 2021-ben Samarino ellen Sallai, Ciprus ellen Nikoli 11-est, most ismét Sallai rontott ezúttal az észtek ellen. Hetigi büntetőinkből rossz alatt 7 per 4-et értékesítettünk. Szalai Ádám, Salai Roland, Nikolic Nemánya és Szoboszlai Dominik jó voltából. Márk rossz irányítás alatt mindössze egyszer fordult elő korábban olyan, hogy a magyar válogatott egy fédő alatt három gólt szerezzen. 2022. június 14-én az angolok elleni nemzetek ligája találkozó második fédeit sikerült 3-0-ra megnyerni. Három magyarországi múltal rendelkező játékos is perrelépett ellenünk. A korábbi Diós Győri Artur Pik és az újpesti Márten Küszk az észt míg a jelenleg is kisvárdán futballozó bolgár Jani Karabályov egyaránt csapattagja volt. Bolna Bennegúz első válogatott gólja mégsem az észtek elneszletett meg, miután a videóbíró elvette a találatot. Korábban csak Sönszabolcs Szabolcs portugál gólját, illetve szalajádán Ádám San elleni gólját tanulálták már irányítása alatt. Varga Barnabás és Csobot Kevin személyében két újoncot avatott már i márciusban. Előbb egy nullára megvertük az észteket, aztán három nullára a bolgárokat márciusban, most viszont nézzük, hogy a 2023-ban hátra lévő ellenfeleink hogyan teljesítettek márciusban még. A szerbek 2 0 megverték Litvániát, illetve utána jött a Montenegró elleni meccsük, amit Podgoricán szintén 2 0 tudtak megnyerni. A montenegrói válogatott viszont győzelemmel kezdett Bulgária ellen, hiszen idegenben 1 0 megverték a bolgárokat, akik így nulla pontosak. A litván válogatott barátságos meccset is játszott, méghozzá a görögökkel szeltek idegenben kapott gól nélkül. A cseh válogatott a barátságos meccset fogunk majd játszani, szeptemberben a csehek botlottak Moldovában, de megverték 3-1-re a lengyeleket.